A következő kísérletben a klórgáz laboratóriumi előállítását és annak kémiai reakcióit szeretném bemutatni. A klórgázt laboratóriumban sósavból oxidálószerrel állítjuk elő. Oxidálószerként jelen kísérletünkben kristályos káliumpermanganátot használunk. A gázfejlesztő készülék lombikjába kristályos káliumpermanganátot szórunk, a készülék csepegtető tölcsérébe pedig tömén sósavat öntünk. A lombikot gumicső csatlakozással derékszögben meghajlított üvegcsővel összekötjük. Ezután a tölcsér csapját megnyitjuk, és a savat lassan a káliumpermanganátra csepegtetjük. A gázfejlődés megindulása után a keletkezett klórgázt a derékszögben meghajlított üvegcsövön át szájával felfelé fordított üveghenger aljára vezetjük. Megfigyelhetjük a klórgáz sárgászöld színét, levegőhöz viszonyított nagyobb sűrűségét. A gázfelfogó hengereket üveglappal letakarjuk, és további kísérletek céljára félretesszük. A még mindig fejlődő klórgázt kálium-bromid, illetve kálium-jodid oldatba vezetjük. A klórgáz tender potenciája nagyobb, mint a bróm, illetve a jodé, ezért a klórgáz oxidálja az oldatban lévő anionokat, és a kálium-bromid oldatba brómot, a kálium-jodid oldatba pedig jódot választ ki. A keletkezett bróm, illetve jód az apoláris széntetraklorídban jelentős mértékben kioldódik a vízből. A bróm sárga, vagy barna, a jód lila színnel oldódik a víznél nagyobb sűrűségű apoláris szerves oldószerben. A klór szintelenítő hatása is oxidáló tulajdonságán alapszik. A tintás vízbe vezetett klórgáztól a tintás víz hamarosan elszintelenedik. A klór oldódik vízben, és mellette kémiai reakció is lejátszódik. A reakció során képződött sósav mellett hipoklóros sav is képződik. A hipoklóros sav fény hatására bomlik, és a képződött sósav mellett naszcensz oxigén is keletkezik, amely az oxidációs folyamatokért felelős. Ezen kívül az oldatban maradó hipoklorit ion is részt vesz az oxidációs folyamatban. Két gázfelfogó hengerbe színes virágot helyezünk. A jobb oldali gázfelfogó hengerbe tett virágot előzőleg etil alkoholban mártottuk, hogy a rajta lévő viaszréteget leoldjuk, majd megnedvesítettük és nedves állapotba tettük a klórgázhoz. A baloldali gázfelfogó hengerbe tett virágot száraz állapotban juttattuk a klórgázhoz. Néhány perc elteltével jól látszik, hogy a megnedvesített virág színe halványodni kezd, sárga, majd fehér színű lesz. Míg a baloldali gázfelfogó hengerbe tett virággal nem történt színváltozás. A színváltozás oka az előzőekben említett oxidáló tulajdonságán alapul a klórgáznak. A klór a legtöbb fémmel magasabb hőmérsékleten kémiai reakcióba lép, miközben nagy mennyiségű energia szabadul fel. A vaskanálba vaspor teszünk, melyet bunzenégő lángján felízítunk. A felízított vasport klórgázzal teli hengerbe helyezzük. A vas a klórgázban tovább ízzik, miközben vörös-barna füst keletkezik. A vörös-barna színű füst
a vas háromklorid képződését igazolja.